Az internet szolgáltatások területén az üzleti előfizetőknek az elvárásai jelentős mértékben megváltoztak az utóbbi években. Egyrészt a rendelkezésre állás tekintetében nagyon komoly elvárásaik vannak, másrészt a biztosítani szükséges sávszélesség tekintetében is óriási változások álltak be. Most ezt a régi technológiákkal már nagyon nehezen tudtuk nyomon követni, tehát szükségünk volt egy technológiai váltásra. Megnövekedett elvárások mellett versenyképességünk tartásának érdekében technológiai váltásra kényszerültünk. A régi technológiákkal sávszélességben nem tudtunk a mai elvárásoknak megfelelő szintet biztosítani. Rendszereink működő képessége a belső zavartatások miatt helyenként instabil volt, illetve miután nagyon sok berendezést kellett föltenni a bázisállomásainkra, ezért a bázisokat túlterheltük, egyre több bázisra volt szükségünk. Nyilván ez egyre több munkával, egyre több energiafogyasztással és egyre növekvő belső zavartatással járt. Egy fél éves tesztperiódus után választottuk a Cambium Networksnek a 450-es sorozatú Medúza néven elhíresült termékcsaládját. Egy társzolgáltató partnerünktől kaptunk kölcsön egy access pointot, illetve 8 darab kliens berendezést. A tesztek beváltak, nagyon jól sikerültek, meg elégedésére szolgált mindenkinek. Később elhatároztuk, hogy egész Budapestet lefedő Medúza hálózatot fogunk létrehozni az alsóbb kategóriás internet szolgáltatásaink biztosítására. A 450-es termékcsalád bevezetésénél a Link Planner nevezetű programba illesztettük be azokat a helyszíneket, amelyek részt vesznek a 450-es migrációban. A Link Planner GPS koordináták alapján bekalibrálta a szektorirányokat függőleges és vertikális irányban, ezeket az eszközöket felszereltük, és amikor migráltuk át az ügyfeleket, akkor még finom beállítottuk az antennákat. A Cambium CM Maestro rendszerében felveszük ezeket az eszközöket, ez egy jó monitor rendszerünk. Itt lehet szoftver upgrade-et végrehajtani rajtuk, illetve egy jó visszajelzést kapunk éppen a hálózaton lévő bármiféle riasztásról. 450B és 450i kliens antennákat használunk, 450-es i berendezések azok, amikben van ugyanúgy frekvencia lukszűrő, tehát ők a drágább kliens, és mi is úgy pozícionáljuk ezeket az eszközöket, hogy ahol több sávszélességet kell kiadni, azokhoz az ügyfelekhez telepítjük. Ha a 450B, amit használunk, benne nincsen frekvencia lukszűrő, egy parabola antenna, ezeket az eszközöket közelebbi kliensekhez telepítjük, illetve kisebb sávszélességekre. Az új berendezésekkel nagyon sok problémára megoldást találtunk. Egy darab 40 MHz-es sávszélességet használ az 5 GHz-es sávban, tehát ez már önmagában biztosítja azt, hogy belső zavartatásunk ne legyen. Ha egy bázisra több 450M berendezést helyezünk föl, akkor a GPS szinkron biztosítja azt, hogy ezek egyszerre adjanak, egyszerre vegyenek, tehát a belső zavartatást ezzel ki tudjuk küszöbölni. Nagyon sok kliens csatlakoztatható rá, és nagyon magas sávszélesség elvárások mellett. Tapasztalataink szerint 80 megabit per szekundumos szimmetrikus sávszélesség biztosítása sem okoz problémát. Mintegy olyan 200 darab felhasználóig el lehet vinni az egy szektorban üzemeltetett végpontoknak a számát. Ehhez egy nagyon fontos beépített lehetőség az adaptív beamforming, ami az adósugarat mindig a megfelelő kliens irányába állítja be. További lehetősége a berendezésnek a multi-user MIMO, valamint a teljes területen lévő bázisállomások között is működő GPS szinkron lehetőség. A régi rendszert, ahogy kapcsoljuk le,
azzal is szabadulnak fel frekvenciák, az antennák már nem annyira zsúfoltak a bázisállomáson, a tornyon, már megvan az a lehetősége, hogy a berendezés azt nyújtsa, amit a marketing doksiban leírtak. Jelen pillanatban egy 3 hónapos üzemeltetési tapasztalatról tudok beszámolni. 32 darab AP berendezés van Budapest területén az ÉSZ Telekom által üzembe helyezve, és egy olyan 200-250 darab meglévő, illetve új ügyfelünkkel migráltuk át 450B, illetve 450I kliensekre. Nagyon fontos üzleti szempontból, hogy a meghibásodási arányunk az egyelőre nulla, tehát egy darab berendezésünk nem ment tönkre, minden üzemel folyamatosan, és azokat az emelt sávszélességeket tudjuk kiadni a felhasználóknak, amire vágytak korábban.